Sziasztok, itt Szindakvé Headquarters, és visszatértem a Pokémon Light Platinum végigjátszással. A teamünket, ha most megmutatnám, akkor mondanátok, hogy nem így hagytuk abba. Ugyanis, illetve én kérdeztem tőletek, hogy hol lehet elkapni ilyen Ralcot vagy Körliát, mert ti nagyon szeretnétek, hogyha Gengar lenne nekünk a csapatunkba, és ugye itt ebbe a városba lehet cserélni. És András írta nekem, hogy a National Parkban lehet elkapni ezt a jószágot, és én úgy is cselekedtem, hogy elkaptam ezt a jószágot. Tehát nézzétek meg, 10-es szintű Gastlyt elkaptam, Gastlynek neveztem el, mert ugye ebből Körlia lesz, és utána a Gengar, ez így fog átalakulni ez a Ralc számunkra, de hát nem őt akartátok a csapatba, hanem legtöbben, és amúgy ez szerintem elég egyértelmű is volt, Dratinit akartátok csapatba, a legtöbb lájkolt Kakapó csatornának a kommentje kapta, de ezt leszámítva, és tényleg nagyon sokan írtátok Dratinit, de mivel mindig a legtöbb lájkolt Kakapó lesz az, aki bekerül a csapatba, ezért figyeljetek oda, hogy tényleg lájkoljátok mindig azt, ami veletek a ti akaratotokkal azonos. Szóval így Dratini lesz benn a csapatba, Ralcot meg kitesszük, és azt is ígértem, hogy átalakítjuk Eevee-t, illetve hogy róla leszedjük az XP osztót, és rárakjuk Dratinire. Igen, rá is rakom. És amit mondtátok, az előző részben megszavaztátok, hogy Eevee-ből Jolteon legyen, ő kapta a legtöbb szavazatot. Persze, amíg nem találunk Thunderstone-t, ez igazából maradhat, mert én nem látom, hogy lenne nekünk Thunderstone-unk, csak Waterstone, de valaki írta, hogy az első városban amúgy már megkapom a Thunderstone-t. Még arra gondoltam, hogy hát hogyha itt van, de itt csak ez az egy potion van, amit ki is veszek, mert ezt még én nem vettem ki, de jól jöhet. És még volt egy javaslat, amit még itt Dardusk City-be kéne elintézni, mégpedig Kerrigan írta, szóval Kerrigan nagyon segítőkész ebbe a végigjátszásba, mégpedig azt írta, hogy menjünk föl a torony tetejére, mert ott Spiritombot meg tudjuk szerezni, amiből megint egy ritka Pokémon, és ami jó, hogy nincs is gyengessége. Szóval mindenféleképpen felmegyek ide. Uti. Közben ezeket, ha bárki jön, megölöm. Azért, hogy fejlődjön a mi kis Dratinink. Bár nem hiszem, hogy ez olyan hihetetlen atom sok XP-t fog neki adni, hogyha sapeteket ölök meg. Meg stb. De már 11-es, tehát azért egy szintet már tudtunk rajta húzni, ugye ő majd 35-ös szinten alakul, azt hiszem Dragonairé, és 55-ösön Dragonite-tá, egy nagyon jó kis Pokémon lesz, de nem tudom, hogy hol tudnánk használni, tehát mire ilyen erős lesz, szerintem kb. Örökre rajta maradhat az XP osztó, és akkor itt valakitől ki kéne csekkoljuk. Nem igaz! Ezt elfelejtettem, hogy valószínű kelleni fog nekem egy szabad hely. Szóval ide most újra jöhetek vissza. Újra mehetek vissza. Hihetetlen, hogy erre fog elmenni az idő. Megnézem, van-e escape rope-om, hát hogyha úgy gyorsan. Van egy darab. És nem is tudom használni, hát szörnyű. De hogyha nem lenne benne ez az S alak, S küszöm sokkal könnyebb lenne. De mivel benne van, ráadásul lépés senként jön ez a sok szar. Inkább így lassan sétálok, mert nem tudom miért igazából. Jó van, akkor kirakjuk Eevee-t egy időre. Dratini marad, mert őt húzzuk. És visszamegyünk azért a Spiritombért. Eevee-t kicsit kiraktuk, mert nekem kell az a Spiritomb.
Ez hihetetlen, nem tudunk egyenesen fölmenni, olyan szavar. Az már pozitívum, hogy Dratini már 13-as szintű. Én már bocsánat, hogy itt ilyen szarokat kerülni. Amúgy, ugye Ralcot a National Parkban lehetett elkapni, de egész jó kis Pokémonok voltak ott. Tehát ott tényleg, ha akartok jó Pokémonokat gyűjteni, ott ajánlom nektek, csak a vigyázni kell a ralcokkal, mert teleportálni tudhatnak a magasabb szintűek. Pont egy ilyen alacsonyabb szintűt kaptam el, mert első labdában szinte esélytelen, hogy bennmaradjanak, ezt így elmondom. Még azt is írtátok, hogy a Lucky Egg az hol található. Egyelőre még nincs Lucky Egg, de remélem, hogy előbb-utóbb, inkább előbb lesz. Szóval megkaptuk Spiritombot, neki is lehet innentől kezdve nevet adni, ugye neki még nincs. De innentől kezdve tényleg adhattok neki is nevet, ezt is nyilván a komment szekcióba tehetitek meg, hogyha valami sok lájkot kap, akkor az lesz a neve Spiritombnak. Bár vissza tudunk menni abba a városba, ahol mindegy, a 6-os gym után majd elnevezzük ezeket, a 6. gym után, ahol a flight megkapjuk és majd tudni fogjuk használni. Dratini megtanulta a twistet, az első dragon mozdulat, amit megtanul. Jó sokáig nem fog megtanulni szerintem újabb dragon mozdulatot, ha csak meg nem tanítom neki a TM02 Dragon Claw-t. Jaj, Gastly. Jó, most már kicsit unom ezeket a Pokémonokat. Ezeket a kis szellem típusokat. De se baj, új, nem, van egy sapetem, az nagyon jó. És tök sok szellem típusom van, van Drifloonom, meg Gastlym. Elfutott a Bite-ra a PP-m, az nagyon komoly. Azt azért ebből látszik, hogy mennyi időt töltöttem itt. Nem baj, viszont megvan egy újabb olyan Pokémon, amit meg akartunk szerezni, illetve hát nézzétek, azért most már sok Pokémonunk van, nem tagadom. Viszont következő út, na akkor most kezdődik igazából a rész, és rálépünk erre az útra. Jewel-t hagyom elő, mert rajta van igazából az Amulet Coin, és most akarok egy kis pénzt szerezni, mert elköltöttem az összeset, de természetesen rossz döntés volt Jewel-nel kezdeni, és ugye kit használjak, de ellenet tényleg nem tudok kit használni igazából. Próbálok szétfincseni, hát a Megadrain az annyira nem jön be. Whitney-t hozom be. Talán még mindig ő a legjobb. Igen, megfincseltem, jól van, Breloom ellen Whitney lett most a legjobb. És a Raffletet is megpróbálom elintézni még hozzá, de a rolloutos taktikával, ami még mindig tart, ezért bent hagyom, mert Orfishra is jó lehet, bezony, és még van egy, ha esetleg hát egy Murkrow-d van, de felesleges, mert nagyon elintéztelek. Kövi. Makuhitája van, ezt már láttuk, de egy Scraggyvel nyit. Ami Water Gun-nal igazából könnyedén elintézhető, jól van. De a High Jump Kick-től félek, de ebben a játékban annyira nem vészesenek. És viszont a Psycho Boost az egy nagyon brutális támadás, amit most túléltünk. Vanilla a következő Pokémon. Ellenet se tudok igazából. Ó, Baton Pass. És nem, akkor nincs is izét. Na, hílelek. Biztosra akarok menni, mert lehet nagyon könnyedén szuper effektív és kritikus ez a, hogy hívják, os mozdulat, ez a slash. Bunny és ez free XP valakinek, és most azt szeretném, hogy a rotor nyírja ki, mert miért ne? Ez bárki kinyírja free XP-t, Dratininek is. Volna viszont visszarohanok, mert azért biztonságosabb itt szintezni. Illetve healálni. Na, nem tudom, mi a következő város, de ő nem harcol velünk. Ez a... Azt hittem hirtelen rá, hogy ő Cynthia, de nem úgy nézett ki.
Ó, és Dark Type-rá tud változni. Csírasság. Jó van. Én ez ennyit nem akarok játszani. Hogy te ilyen típus vagy. Átváltoztatlak Dark Type-rá. És utána Rockslide-el elintézlek. Ez volt most rád a taktikám. Hunchcrow jön, bemaradok Rockslide. És alig ad XP-t. Hunchcrow meg Murkrow nagyon kevés XP-t ad ebbe a játékba. És itt elrepült egy repülő mögötte egy Dragonite-tal. Ez Lance volt a Dragonite-jával? Vajon? Nem tudhatjuk, de megyünk tovább. Oké, nem akarok elaludni. Ezért inkább lecserélem Rotorra. Az jó döntés. És Watergun, jól van. Starmie a következő Pokémon, aki pszichotípus, és én meg tudom a Crunchot. Szóval ezzel próbálkozok. És a Crunch itt ugye egy speciális támadás. Most. Ez mi? Mit mond? Dardusk Woodba, többféle bogár Pokémon van. És ő egy Ninkádát keres ott. Ami lehetséges, mert Shedinger ez belőle meg Ghost Type, és az meg tudjuk, hogy ez meg Dardusknak a nevezetessége körülbelül. Ah, ez a Minimize nekem nagyon nem tetszik. Hát Istennek sikerült valahogy elintézzem. Behozom Vitnit a Mietenket. Belepró... Ó, oh, hát ezzel nagyon semmire nem mész, hogyha ilyeneket csinálsz. Úgy van. Butterfree-t hoztam, és a Future Set megtámadott Butterfree-re. Gyerekek, ez nagyon veszélyes lesz. Whirlwind, az igen, viszont a Rockslide ellen nem tudsz elmenekülni. Apom se tud elmenekülni a Rockslide ellen. Purloin. Hát neki adunk a Trash-t. Jó, van, mondom, Trash. Hát az esélytelen, hogy el tudnak ezek megvinni, és Purloin megint nagyon sok XP-t ad, tehát ezek a harmadik generáció fölötti Pokémonok írtós XP-t adnak. És itt van egy Ultra Ball, mindenféleképpen szedjétek föl, bár most abból is vásároltam párat, mert a Ralts után már csak egyetlen egy darab jutott, és ez valószínű, ez itt egy erdő, amiben én így nem megyek be, csak így meggondolatlanul. Most már kezdem érteni a játék logikát. Végigmész egy hídon, a végén bead 5-6 riválist. Meg ilyenek. Tanulunk a Kenta elleni csatánkból, hogy itt ilyenekben nem szabad belemenni. Inkább nyugodtan, szépen csapasd végig, így, jól van. Oké, jöhetnek a bug pokémonok, ninjaszkekkel, stb. Ez annyira nem érdekel. Slash, egész beütött. Jól van. És itt is találtunk egy ultralabdát, és innen elkaphatnánk egy Pokémont, és az első Pokémon, amit találunk, az egy Metapod, és én ezt el sem akarom kapni, gyerekek. Így elmondom. Ah, teli van a táskánk, és nem tudjuk ezt a Super Potion-t felvenni. Akkor mi legyen? Pölő ezt a Revival-t, ezt így dobjuk a fenébe. Nincsen bogár Pokémonunk. A Bright Powder-t ezt oda lehetne adni mondjuk Rotornak, hát hogyha valamikor kikerül egy támást. És Chansey meg, hát az is felesleges. Quicklow, Calcium. Speciális támadását növeli meg, akkor ezt Jewel-nek odaadjuk. Hát és kb. Ennyi, amit el tudok költeni, szóval Superpotit felvesszük. Újabb csata. Venipede, őt tudjuk milyen sok XP-t ad, csak a toxic az, ami szörnyűséges benne. Dragon Rage-et tanulnál meg, na ez jó! Ez jó, hogy ezt megtanulja. Platini, meg sem néztem a statjait. De majd ezt itt meghíleljük. És utána nézzük csak meg a Dratininkes statjait.
Shedskin képesség, Careful Nature, az nem tudom, viszont a támadó ereje az jó. Tudom, a Careful Nature az plusz speciális, védelem minusz speciális támadás. De nem vagyok benne biztos. Kövicsata. Át kell magunkat csapatni egyszerűen ezen az erdőn, nincs más lehetőség. És ezeknél csak ilyen egy-egy kis szar Pokémon van. Na, azt tudja egy ellenfél, és belerohantam. Solana! Wow! Már nagyon régóta nem találkoztunk Simon-i. Remélem, hogy keményen edzettél, mert most már sokkal erősebb az én kis Pokémon tímen. Ugye kezdjünk egy Gratlerrel, tehát nyilván egy olyan Pokémonnal, aki ellen pont rúszart nem tudok csinálni. Nyilván egy ilyennel kell kezdeni, szintén. Aha! Oké, tehát mit tudok Gratler ellen csinálni? Gondolkozzunk, behozom Rotort. Rotor Whirlpoolba tudja őt rakni. Sokat nem ér. Na, elmondom. Leech Seed. Bite. Szintézis. Giga Drain. Na, ezt tudod. Ez azt jelenti, hogy Whitney-t tudom igazából behozni ellened. Senki mást. Veled róla üttel most megpróbálok kinyírni. Remélem betalál a negyedik is. Jól van. Más nagyon nem tudtam csinálni. És bent hagyom Mének trikre is, de oda már Misszel, és az nagyon-nagyon necces volt. A kritikus Bite almost kinyírt minket. Most flincseltük, most nem flincseltük, viszont Mének triket el tudtuk intézni. És neki is van egy Miettenki, aminek nem nagyon örülök. De Godzilla-t behozom, ő az egyetlen, aki talán el tudja intézni, mert Screech-sel megtámadjuk. És egy Screech Rock Slide kombónak majd, és még azt sem intézi el, szóval hogy trash. Van rollout egyre többet visz, nincs ettől félek. Az a rollout már mit vitt. De Godzilla képes volt túlélni. Ami jó, megint túléltünk Solana ellen egy nagyon jó kis csatát, és itt lehet Munchlax-et is elkapni, az tök jó. Aranyosak a Munchlax-ek. És ez meg újra egy csata. Ariados, az ellenfelünk. Fury Swipes-szal négyszer is megtámadt minket. Majd Scary Face-szel, jól van. Ninjas kellen, Godzilla-t gyorsan behozom, mert nem akarok vele így törődni, hanem csak gyorsan intézd el azt csákány. És Whirlipede a következő, akinek valószínű ugyanez lesz a sorsa. Viszont most elértem egy olyan részre a játéknak, hogy itt én már tuti, hogy hílelni fogok, mert kicsit le vannak harcolva a fő négy Pokémonom. Nagyon érzés, hogy nem sokára megint valami csoda dolog fog történni. Közben elmagyarázza, hogy hogyan lesz Ninkadából egyszerre Shedinja, illetve Ninjask vált. Semmit nem vitt. Na, Dratini. Még egy Psybeam-et túlélünk. Vagy ne kockáztassunk? Én kockáztatom. Oh, Fury Store, akkor nem. Akkor bezony nem. Takarodjak innen, de nagyon gyorsan. Silverwind az többet is vitt volna valószínűleg. Így Rockstar, de pusztulj meg. Ninjask a következő, tudjátok erre mi a receptem, a Rock Slide, ami pont bemisszelt, de a második már nem, és abban nyilván megpusztul, és jöhet a kombi, ami igazából annyira gyenge, hihetetlen, de rá is inkább elpaszálok egy Rock Slide-ot, hogy biztos, ami biztos, és ez itt, hát ez megint egy riválisnak néz ki nekem, na se baj. Hé, hey, Simon-i! Segíts a vagont lecsillapítsam. Oké, sikerült vagont lecsillapítanom. Köszönöm, hogy segítettél nekem, hogy lecsillapítsam a begonomat. Biztos nem sokára átalakul. Nem baj, minden esetre harcoljunk. És van egy begonod. De durva ellenfél leszel, az biztos, viszont
Bigont egyelőre simán elintéztem, és Lucario ellen mit csináljak? 40-es Lucariót van. Whirlpool az sajnálatos módon visszel. Reversal az jól visz. Jól visz, de szerintem Jewel innentől csak be. Ugye a Reversal minél erősebb lesz, minél több a HP-d, annál erősebb, minél kevesebb a HP-d, annál erősebb lesz. Extreme Speed-del támadott meg, viszont nekem sikerült. Kinyírjam, megint egy hasonlóan brutál durva csatában volt részünk, és itt meg belefutunk egy pincérbe, aha. És találtunk egy elixírt. Pincér elixír. Jó, eljutottam oda, hogy megint legalább Jewelt hírelem meg Rotort. Dotinitőt ugye nem kell. Mert egy újabb csata. Hát esküszöm ki akarok jutni ezért ebből a erdőből. Leech Life az semmi. Az, bár most egy erős támadás lett az új generációba, de itt még ugye azért annyira nem vész erős. Flinchet és Water Gunban meg belepusztult. Dratini már 25-ös. Jézus Mária. Nagyon durván nyomja. És most meg... Double Team-től már féltem, de szerencsére meg pont betűttem. Talán is 39-es lett Godzilla. Ez is nem láttam, hogy mit hoz be, de a Rockstarból én kifogytam. Aval most screechelem, és trash. Hiába a Shedskin engem meggyógyít, szóval kifogtam rajtad, haha. Csak Harden tudsz mi? Aha, az jó. Akkor én Rotort behozom. Nem is Rotort kellett volna, rájöttem. Hanem na, ide kellett volna Dratini. Mindegy. Oké, azért a pokelabdáért. Én még biztos elmegyek, és valószínűleg mindjárt beérünk a következő városban, miközben találtuk a TM09-et, ami a Ballet Street. Nem rossz, nem rossz. Műtípusú támadás. Ó, hát még közel se vagyunk a városhoz, tehát nehogy azt higgyétek. Úgyhogy bármikor is örömöm lesz, hát ez... Nem. Nem, lesz majd, de nem van. Ó, Furistor, fenétbe. Most más nem tudok egyszerűen csinálni, mert a irritáló light screen, meg mindenféle tököm. Egyelőre ez a rollout az egyetlen egy szikla típusú mozdulatom, amit én tudok csinálni, viszont azt nagyon komolyan tudom csinálni, és Bumbi az tutiván se tolódik. Whitney egy állat ezekbe az erdőkbe, ezt én így mondom nektek. És kiérek? Enermitown. Mindjárt nézek egy ilyen térképet, azok itt vannak, hál' Istennek, minden Pocket Centerbe. Tehát itt vagyunk Enermitownban, ez azt jelenti, hogy ez két körre osztjuk ezt a régiót, amiben vagyunk, ezt a Zseri régiót, vagy régiót, akkor Yellowtownból indultunk, Central Citybe. Csak Pokémonokat kaptunk el. Első gym az itt volt az Inhorse City-ben, itt volt a Bug Gym. Esmerald City-ben volt Esmeralda a fűtípusú gymmel. Shamport City-ben volt... itt volt a hajó, ahonnan átjöttünk. Itt már nem is tudom, hogy mi volt. De csak ilyen falu volt közte úton. Shamport City-ben volt a víztípusú gym. Itt volt a National Park és... Dardusk City, és most átjöttünk a Dardusk-kelten, és lejutottunk Enermitownba, és innen valószínűleg Gromant City-be kell menni. Pocket Centerben beszéljünk már az emberekkel, hát ha adnak itt is Pokémont. De nekem nem úgy néz ki. Hát nem. Akkor nézzük... szerintem akkor itt abba adjam a részt, és akkor elérkeztünk Enermitownba, és a következő részben szétnézünk, hogy itt mi van. Szerintem... Van egy barlang.
Mont Suen. Nagyon szétnézünk most, ez nem olyan nagy vár. Arra is van egy út, a Marfeni tó. Az is érdekes, mert annak szerintem mi már voltunk a... Ó, kapunk egy Riolut. Ezért visszajövünk. Hogyha kapunk egy Riolut, annak én mindig nagyon örülök. Oké, szerintem mivel ez az utcsó, nem fog semmi más történni. Most annyira nincs is hozzátok kérdésem, hát nyilván. Vagyunk ezt mit magyaráz? Ja, hogy hogyan alakul át Espionna és hogyan Ambionna. Ó, és megkaptuk a H04-et, ami a Strength. Ezt mindenféleképpen jó tudni. Gondolom, az kell a barlangba majd. Egyelőre, ami biztos, az az, hogy következő részben elnézünk ide a Marfeni tóhoz, ahol szerintem már voltunk, és ezt újra meg is akarom nézni. Igen, centrált itt a Marfeni tó, pont a másik oldalán vagyunk most. Szóval, következő részben itt folytatjuk, ez biztos, és most annyira nem is volt hozzátok kérdésem. Szindakvill, és ez előre legyen veletek, sziasztok!